Komárom Esztergom megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület szervezésében tartották meg azt a hagyományos fórumot, tájékoztató napot, ahol a megyei ifjúsági sporttal foglalkozó szakemberek a tanévkezdésről, az aktualitásokról, változásokról tájékozódhatnak. Számos versenyről, technikai kérdésről esett szó a mai évindító értekezleten. Minden korosztálynak megindul a versenyrendszer az általános iskolásoktól kezdve a középiskolásokig. A legelső versenyünknek mondhatjuk, a középiskolások és az általános iskolás felső tagozatosok számára újra visszahozott versenyt, az ügyességi csapatbajnokságot, amely csak kizárólag ügyességi számokban és váltószámokban fognak részt venni. Utána visszakerült ismételten a duatlon diákolimpia, amelynek meghirdetjük, és akkor a résztvevők számától függ majd a lebonyolítás rendje, és természetesen megindulnak az általános iskolásoknak az atlétika versenyei, labdajátékai, valamint ebben decemberig le fogjuk játszani a középiskolások atlétika labdajátékait, bocsánat. A megye is fontosnak tartja a diásportot, és nem csak mint megyei alelnökként, hanem édesapaként is tudom, hogy mennyire fontos az egészséges életmódra nevelés, valamint a tanórán kívüli szabadidős mozgás, hiszen korunkban ugye olyan vívmányok vannak, amelyekkel meg kell küzdenünk, és gondolok itt a számítástechnikai eszközökre, ami nagyon lefoglalja a gyerekeket. Ezt én is tapasztalom, és nagyon fontosnak tartom, hogy az egészségnevelés az minél korábban elkezdődjön, és ezek a szervezetek, valamint a testnevelő tanárok és az egyéb szervezetek, akik ezt támogatják, az aktív sportolást, az aktív mozgást, azt természetesen mi is támogatjuk. Az elmúlt években is lehetőségeinkhez mérten támogattuk a Diáksport Egyesületet, és idén is 100 000 forinttal támogatja a megyei önkormányzat az Egyesületet, mind a mai rendezvény, mind pedig az októberi diátadó ünnepségnek a költségeihez járul hozzá a megyei önkormányzat és elnök úr.